A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége szervezésében szombaton a városi Szalki-szigeten immáron 21. alkalommal rendezték meg a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Versenyét. Ezúttal 26 csapat vett részt az ország minden részéből. Udvardi Sándor a szervezet parancsnoka elmesélte, hogy került a verseny városunkba. 21 évvel ezelőtt kezdtük ezt a versenyzést, amin én jó magam még nem vettem részt. Majd egy 13 év múltán elakadt az akkori problémák miatt, mert akkor még háromnaposra szervezték, akkor már nehéz volt kivenni három napra egy tűzoltót ugye munkából, ezért elmaradt egyszer. Utána jöttünk mi, úgymond úttörők, és akkor elkezdtük szervezni Szász Halombattával, a MOL tűzoltóságával együttesen, és akkor első két verseny, három ott volt, majd átjöttünk Dunajvárosba. Itt a Dunaparton kezdtünk ugye a lemez alakító oktatóbázisá a környékén, majd egyszer ütközött két program is, jött az ötlet, hogy új helyet kell keresni, és ide jutottunk a szigetre, és úgy tűnik, hogy itt is ragadtunk, mert ez egy kiváló helyszín, ezek a nagyfákkal, jó idővel, ami most szerencsénk is van. A versenyszámoknak megfelelően kialakultak a kategóriák, ahol a résztvevők között főfoglalkozású és önkéntes tűzoltók is voltak. A hagyományoknak megfelelően háromféle feladat várt a létesítményi tűzoltóságok csapataira, amelyeket fél vagy egész rajos megoldásban lehetett teljesíteni. Az első, amit itt mögöttünk láthatunk közvetlenül, ugye ez a kis motorfecskendőszerelés. Ez a kis motorfecskendőszerelés mondható már hagyományosnak, mert ez több évtizede ezt csinálják a tűzoltók, picik és változatosokkal, de a lényege ugyanaz. A sátor mögötti pályán ott úgynevezett ilyen akadálypálya van kialakítva, ami már inkább a napi élethez van igazítva, abból ragadtuk ki a feladatokat is, itt már autóról szerelnek a tűzoltók, palánkon keresztül szerelnek, ugranak át, akadályokat kell, nem is véletlenül az a neve a versenyszámnak, hogy akadálypálya verseny, füstsátron kell keresztül szerelni, sérültet kell kimenteni, és a végén még látszólag egy szintén célt kell leküzdeni, mint hat tüzet volt a tűzoltó. Mind a kettő versenyszám természetesen vízzel történik. A harmadik versenyszámban már csak a nem fő foglalkozású tűzoltók vehettek részt, akik csak falit tűzcsapról tudnak szerelni, mert nincs vagy nem áll rendelkezésre más. A dunajvárosiak idén ismét az élmezőnyben végeztek.